375 új a korábbiaknál strapabíróbb, korszerűbb jegykiadó automata beszerzését és az online jegyvásárlási lehetőségek megújulását jelentette be a MÁV. Ennek alapján a budapesti főpályaudvarokon és az elővárosi állomásokon megálló helyeken telepítenek új eszközöket. A Vasút Társaság a meglévő 178 automatát is fejleszti. Az elővárosban leszerelt eszközök jelentős módosítás és karbantartás után új helyszíneken, jellemzően a nagy utasforgalmú vidéki állomásokon és megyeszékhelyeken, valamint a balatoni vonalakon szolgálják majd az utasok kényelmét. Sokkal egyszerűbbé válik ezáltal a menetjegyek megvásárlása, nem kell a pénztáraknál sorban állni. Folyamatosan a nap 24 órájában bármikor használhatók ezek az automaták. Most jelenleg ugye 178-on, és ezzel az érkező új plusz 375 darab új automatával tulajdonképpen meg háromszorozódik az automaták mennyisége az országban. Dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, napjainkban a jegyek 60%-át jegypénztárban, 40%-át online felületen, a MÁV applikáción keresztül, illetve jegyautomatákból veszik utasaink. Bízunk abban, hogy az idei évben megfordul ez az arány, és már legalább a 60%-át az önkiszolgáló csatornákon vásárolják meg az utasok, ami alatt nem csak a jegykiadó automatákat értjük, hanem az online internetes felületet, illetve a MÁV mobil alkalmazást is, amely egyébként a három önkiszolgáló csatorna közül a legdinamikusabban fejlődik, a legtöbb új regisztrációval rendelkezik. Az új automaták telepítése 2020 nyár elején indul, hetente 15 gépet helyeznek üzembe. A telepítés év végére fejeződik be, emellett a webes jegyvásárlási és utastájékoztatási felület, valamint az Elvira is teljesen megújul, mind a felhasználói felület tekintetében, mind működésben. Ennek az új 375 darab automatának a kezelőfelülete mellett még lesz egy további képernyő is, amelyen nem a menetjegyváltási információkat láthatjuk majd, hanem további utastájékoztatási információkat, közleményeket, illetve hogyha bármilyen rendkívüli esemény van, akkor aktuális percre pontos információkat, ami nagyon sokat számít. Ezek a berendezések még rendelkeznek majd vonalkód leolvasóval is, így hogyha bérletet vásárolunk, akkor ott akár a dolgozói bérlethez a számlát is ki tudjuk nyomtatni. Nem csak további jegykiadó automaták érkeznek, hanem megújul az internetes menetjegyváltási lehetőség, illetve a MÁV alkalmazás is. Mind a kettő érintettségében nagyon fontos, hogy egy közös platformot szeretnénk létrehozni, hogy ne kelljen két külön regisztrációt használni, és legyen átjárható a két rendszer az utasok szempontjából, mert most még ez sajnos nincs meg. Illetve mind a kettőnél szeretnénk a nemzetközi jegyek megvásárlási lehetőségét is behozni. A MÁV mobil alkalmazásnál pedig további újdonság még február hónapban, hogy az iOS alapú platformon is meg lehet majd vásárolni a bérleteket, mert az androidos telefonokon már most is ez lehetséges. Az új, modernebb berendezések távfelügyeleti rendszerrel rendelkeznek, vandálbiztosak, anti-graffiti bevonattal rendelkeznek, és időjárásállóak is.